Sziasztok! Toyota Corolla, fogtok látni egy olajcserét és egy gyertyacserét is, ezt két külön videóba fogjátok látni, pluszba lesz egy pollen is, ezt ugyan külön videóra nem fogom szedni, úgyhogy valamelyiknek a végére fogom beilleszteni a pollen szűrő cserét, de benne lesz, úgyhogy ezt is meg tudjátok nézni, tehát pollen szűrő, gyertyacsere, gyakorlatilag egy full service-t fogtok látni, amit minimum évente el kell végezni, nyilván a gyertyacsere az nem évi, az nagyjából olyan 60 ezer kilométerenként érdemes elvégezni. No de akkor lássuk a Toyota Corolla olajcserét ezen a jó kis jószágon. No, kezdjük el már is a gyertyacserét, ami egy nagyon egyszerű művelet lesz, bárki otthon el tudja végezni. Van benne egy kis játékosság, de igazából nagyon egyszerű műveletről van szó. Maga a fedelet pár darab csavar fogja, ezt nagyon egyszerűen meg lehet tőle szabadulni. Kiszedjük ezt a négy csavart, és már is jöhet le a fedél, és látni fogjuk, hogy mi kell, mit kell még leszednünk. Nagyon egyszerű. Levesszük, ez nem ilyen pattintós, ezt csak simán leszedjük. Látjuk itt a négy darab trafót, természetesen ezeknek a csavarjait ki kell szedni, de még mielőtt azzal foglalkoznánk, le kell szedni róluk a vezetéket. Ehhez egy sima kis csavarhúzót használunk. Szépen megfogjuk és lehúzkodjuk egyenként kis kábeleket. A trafók nem fognak olyan egyszerűen kijönni, már csak azért sem, mert nem fognak kiférni, illetve az első kettő kifér, a második kettő nem fér ki a vezeték kötektől. Ezt nem tudom, hogy miért így csinálta meg a Toyota, de így csinálta meg, úgyhogy kiszedjük az első két trafót, illetve meglazíthatjuk mind a négy trafót. Érdemes megszámozni őket. Mindig meg szoktam számozni a trafókat. És akkor nem keverjük össze, vagy sorba rakjuk, de mondom, én mindig meg szoktam számozni. Egyes trafó, kiszedjük a ketteset. Csavarokat érdemes külön szedni, akkor legalább tudjuk, hogy mit honnét szedtünk ki. Kiszedjük a kettes trafót. Jön a hármas trafó. És nem fér ki. Ez amit mondtam. De semmi baj, igazából a kábelköteget sem nehéz kiszedni. Kiszedjük a negyedik trafónak a csavarját. És akkor gyakorlatilag itt és itt van még egy hatos anya, amit nem mondtam, de gyakorlatilag végig tízes dugóval kell dolgozni, úgyhogy hál' Istennek ebbe is megkönnyítette a dolgunkat a Toyota. Nagyon egyszerűen leszedjük ezt a maradék két anyát. És ha leszedtük a maradék két anyát, akkor gyakorlatilag a kábel köteget így szépen fölemeljük, és elhozzuk. Elhúzzuk. Onnantól kezdve, hogy ez nincs útba,
és remélhetőleg nem is marad, de tök mindegy, maradhat így is, akkor játszás könnyen ki tudjuk venni a maradék két trafót. És mikor kint van a két trafó, a maradék két trafó, akkor jöhetnek ki a gyertyák. Igazából meglepetés lesz számomra is, hogy milyen gyertya van benne. Úgyhogy nézzük meg. Akkor 16-os gyertyakulcs kell hozzá. Ha megszereztük a 16-os gyertyakulcsot, akkor elkezdünk kiszedni. Nézzük meg az egyes hengerbe, hogy milyen gyertyát találunk. Kíváncsi vagyok nagyon. Ez egy Toyota Corolla kombi. Nincsen benne sok kilométer. 130 ezer van benne. De mivel nem tudja a tulaj, hogy mikor volt benne pontosan cserélve, ezért kicseréljük benne. Viszonylag keveset futott a motor. Legalább egyszer kellett rajta gyertyacsere legyen. Ez, hogy ez volt-e? Hát NGK van benne, az tisztán látszik. Nem tudom, hogy mennyire, nem akar rán zoomolni. Nem akar, nem, nem. Na mindegy, tehát talán most látszódik, hogy bizony ráfért a csere. Úgyhogy nem NGK-t fog kapni amúgy, hanem Denzók lesznek ezek helyett. Hát ezt adta a gép igazából. Úgy gondolom, hogy az NGK nem is szerintem nem is a gyári, de aztán az is lehet, hogy igen. De merem feltételezni, hogy cseréltek már benne egyszer, ahogy elő van írva. És akkor gyakorlatilag úgymond mi pont időben cseréljük szinte. Maximum egy kicsit mentünk rajta túl, tehát feltételezzük, hogy mondjuk 60 ezer környékén megtörtént a gyertyacsere, akkor még 130-nál, hát illetve 129 valamennyi van benne. Hát ugyanolyan szétégett gyertyáról van szó. Tehát bőven megérett a cserére. Igazából hiba jelenséget nem produkált az autó, tehát semmiféle hiba nem volt, sem hibajel, sem más dolog nem volt, de egyszerűen, mivel nem tudtuk, hogy mikor, ezért kell kicserélni, és ezt ne hanyagoljuk el, mert gyakorlatilag tönkretesztük a trafókat. Hát a hármas is elég szar. Ez is elég van égve. Aha, rajta tartja a zoomot. Aha. No, hát azért látja, na most már elveszítette. Szóval nem a legjobb. Na. De most az a lényeg, hogy időszerű volt, és most megkapja az újat, megkap egy olajcserét is. Sok minden mást is kapott az autó amúgy. Hát mindent videóra venni nem tudok. De teljes összféket, négy darab új fékcsövet, stabilizátorpálcától kezdve, gömbfejekig mindent kapott, még futóműállítást is, és akkor látjuk, hogy bizony, na, átverjük úgy, oda, hát azért látjátok, hogy milyen szar, de mindjárt majd aki esetleg most először letemedik arra, hogy gyertyát cseréljen a kocsijába, mert még mondjuk nem merte, és pont a videó miatt kezdi el, akkor megmutatom neki, hogy milyen az új, egy Denso gyertyát fog kapni. Ilyen az új, halljátok? Rázumolj. Zoomolj rá, léci. Úgy. És elveszítette. Na, sehogy nem. Nem akar rezumolni nektek.
Na mindegy, nagy különbség van a kettő között. Biztos, hogy az új gyertyával sokkal könnyebben fog indulni, sokkal jobb lesz az égés, minden sokkal jobb lesz, kevesebbet fog fogyasztani, stb. Ezek mind fontosak, én úgy gondolom, úgyhogy gyakorlatilag ezt az autót mondhatnám, meg szinte újjá építettem. Ja, hozbordász szín is volt cserélve rajta, tehát gyakorlatilag mondhatnám, hogy szinte mindent cseréltünk, egy kicsit újjáépítjük ezt az autót, mert költöttek rá, de ezeket a alkatrész cseréket nem végezték el az autón. Egy öreg nénié volt ez az autó, és hát az ilyeneket hát szerintem szerette elhanyagolni, vagy én nem tudom. De hát egyszer biztos, hogy volt cserélve végig, amúgy egy néni volt, 39-es születési néni volt, nem egy mai, az előző tulaj. Úgyhogy de most mindenből újat kapott, és gyakorlatilag újra bőven képes lesz az autó lefutni ezt a 130 ezer kilométert megint, tehát sokat nem kell hozzányúlni, ha úgy nézzük, hogy gyakorlatilag új fékek vannak alatta, meg minden szinte teljesen új rajta, úgyhogy csak az évenkénti. Hát, na most itt a Toyota esetében, ha már pont olajat cserélünk, itt azért ezek egy kényesebb motorgeneráció, úgymond, és talán érdemes itt megemlíteni, hogy nagyon sokan azt mondják, én ugyan pontosan nem tudom ezt ilyen pontosan megmondani, de nagyon sokan azt mondják, hogy érdemes ilyen 8000-enként átállni ezeknél a Toyota motoroknál, és akkor biztos, hogy nem kezd el előbb-utóbb olajat fogyasztani, úgyhogy mindenféleképpen én, ha enyém lenne, én biztos, hogy tartanám a 8000-enkénti cserét, úgyhogy javaslom, hogy ezeknél a Toyotáknál évente vagy legkésőbb évente vagy 8000 kilométerenként azért ezeket cseréljük le. Az olajat, a gyertyát az bőven ráér 60 000-enként, ezeket a gyertyákat 60 000-enként ráér cserélgetnénk, de hát az bőven, hát az jó pár 1000 kilométer, azért a 60, jó sokáig el lehet vele menni. Nagyon nem szabad meghúzni, érezzük azt a pontot, ameddig szabad húzni, ezt több ilyen videómban elmondtam, hogy meddig szabad egy gyertyát húzni, egy ideig könnyen megy, és utána meg kicsit nehezebben, most pont beleraktam az ujjakat, de mutatom egy réginél, hogy gyakorlatilag van gyertyákon egy ilyen kis alátét. És ezt az alátétet, ez eredetileg, ez ugye szét van nyílva, és amikor meghúzzuk, ez összelapul. Tehát ezt úgymond addig kell húzni a gyertyát, ameddig ez a tömítés összelapul, akkor ül be teljesen frankon a helyére. Úgyhogy mindenféleképpen húzzuk meg. Túlszakítani nem érdemes, mert ha megszakítjuk, akkor csak azt írjuk le, hogy szedhetjük le a hengerfejet. Szóval meghúzzuk szépen, leellenőrizzük, mindig át szoktam ellenőrizni, és mikor megvan ez az ellenőrzés, akkor gyakorlatilag úgymond a gyertyacserével kész is vagyunk, már csak össze kell rakunk a gépezetet, ami ugyanez, ahogy szétszedtük, csak ennek csak pont a fordítottja lesz. Kezdjük ugye a két, a 4-es meg a 3-as trafóval, ami ugye nehezebben megy be.
a kábel köteg miatt. Ezt visszarakjuk, csavarjait be lehet kapatni, nem kell még meghúzni, elég bekapatni, és akkor mehet vissza a kábelköteg. A kábelkötegnek a két darab hatos anyája. És mehet ezeknek úgymond a meghúzása. Szépen meghúztuk, illetve betekertük pontosabban, nem meghúztuk. Majd mindjárt meghúzzuk. Én bőven ilyen kis racsnival dolgozok, és ajánlom is, hogy ennél nagyobb szerszámmal ne is álljunk neki, mert itt semmit nem szabad agyon húzni. Nem szoktam nyomaték kulcsot ilyen feladatoknál használni. Bőven elég az érzi, egy kis érzés, meg nyilván egy kis tapasztalat, hogy mit mennyire, de tök mindegy, az a lényeg, hogy nem szabad nagyon meghúzni. Meghúztuk a 3-4-es trafót, rámehetnek a csatik, halljuk, hogy mikor jó, mert bepattan, amikor ezek megvannak, akkor mehet vissza a 2-es, ugye nem keverjük össze, mert megszámoztuk az elején, bemegy a két trafó, bemennek a csavarok, mindig kézzel kapassuk be a csavarokat, soha nem szerszámmal, bekapatjuk kézzel, ha kényesek vagyunk, akkor húzunk kesztyűt, én azért legtöbbször kesztyűbe dolgozok, bár most pont nem, de azért már a telefont is nyomkodom, hogy tudjam nektek lenni. Megvan, meghúztuk. Meghúztuk. Fölnyomjuk a csatikat. És gyakorlatilag készen is vagyunk. A fedelet kell már csak fölraknunk. Fölrakjuk a fedelet. Ahogy fedél fönt van, itt is mehet vissza a 4 csavar, még mindig a 10-es dugót használjuk, mindenhez szinte ezt használtuk. Ugye a gyertyakulcs 16-os volt, egy kis csavarhúzót használtunk még, és gyakorlatilag ennyi. Tehát nem kell sok minden ehhez a gyertyacseréhez, és ha ezeket gyakorlatilag így csináljátok, ahogy mondtam, akkor nagyon elrontani se lehet. Úgy itt pont dugóval kellett picit akaratra bírni. És akkor húzzuk meg még az utolsó csavarokat. Ezek ilyen nem gyári csavarok, úgyhogy ezeket majd utólag meghúzom. Nem húzom vele ezzel az időt. Az a lényeg, ha ott gyári csavarok vannak, akkor pikpak be lehet csavarni. Úgyhogy ennyi volt a Toyota Corolla gyertyacsere. Ez konkrétan egy 1.4-es motor, de ugyanígy lehet az 1.6-osnál, vagy esetleg 1.8-osnál, Avensisnél is. És gyakorlatilag amelyikben ez a 4 zz motor van, vagy 1 zz, vagy teljesen mindegy, hogy melyik zz motor, azoknál ugyanígy kell végezni a gyertyacserét. A gyertyacsere, maga a gyertya az elég olcsó, hát valami, ha jól emlékszem, valami 1100-1200 forint egy ilyen Denso gyertya, tehát nem kell neki iridiumos gyertya, megfelelő a sima gyertya, úgyhogy gyakorlatilag bő, hát én azt mondom, hogy nem bő, szűk 5000 forintból, de 5000 forintból kijön egy gyertyacsere. Na most ezt az 5000 forintot én úgy gondolom, hogy 60 000-enként egy autó megérdemel. Tehát ezt semmiféleképpen ne hanyagoljátok el. Úgyhogy ennyi volt a Corolla gyertyacsere. További videóig sziasztok, lesz majd, bocsánat, még mielőtt elköszönök,
lesz ugye ennek most egy olajcseréje is, azt is föl fogom most venni, meg fogjátok látni, hogy milyen a olajcsere is, milyen egyszerű egy ilyen autón, és el fogom mondani a költségeit is, úgyhogy no, a következő videóig, sziasztok!